A kiskörösi NKSZ-ese Ellu 17 harmadosztályú bajnokság G-csoportjában szereplő csapata október 4-én a Mizse KC gárdáját fogadta, akikkel korábban még nem mérkőzött meg a kiskörösi együttes, így az idei szezon során lejátszott találkozókon bevált lerohanásokkal, valamint gyors középkezdésekkel próbálták uralni a mérkőzést. Ugye azt kell játszani a csapatnak, amit tud. Most kiderült már így a mérkőzések folyamán, hogy ez igazából megy nekünk, és a csapat, többi csapathoz képest is jobban teljesítünk ezen a területen. Úgyhogy azt kértem a lányoktól, hogy próbáljunk meg viszonylag jól védekezni, és abból egy gyors lerohanás, gyors középkezdés, ez volt a célunk. A csapat különösen figyelt az ellenfél átlövő játékosaira, hogy minél kevesebb legyen a kapott gólok száma. Azt láttuk a korábbi meccseiket, ugye megnéztük a góllövőket, hogy ki az a két-három lány, akire oda kell figyelni. Nem szoktuk meg ezt a nagyobb, erőteljesebb átlövőket, úgyhogy ez jó gyakorlás is igazából nekünk, mint egy jó kis edzőmeccs, mert itt is új védekezési elemeket tudtunk gyakorolni, amit eddig másik mérkőzéseken még nem. A mérkőzés 51-24-es gólarányú kiskörösi győzelemmel zárult, így mindenki kapott lehetőséget a magas létszámú játékos keretből. Ez a csapat gyakorlatilag már 3 éve együtt játszik, tehát U12-es koruk óta már a kezem alatt vannak, és elég jól összekovácsolódtak, és még ugye hozzájuk jött az a 4 serdülőjátékos, egy évvel idősebb, mint ők, és nagyon szépen beilleszkedtek, és egyre jobban összeszokik a csapat. A csapat továbbra is a bajnoki tabella legelső helyét célozza meg az idei szezonban, ami a korábban lejátszott mérkőzéseket és a többi csapat statisztikáit tekintve elérhető számukra. A kiskörösi gárda legközelebb október 26-án lép pályára a Gézengúz UKC otthonában.